Igen. Sziasztok! Újra itt vagyunk. Sziasztok! Jó estét kívánunk mindenkinek, aki nézi a kis mi élő műsorunkat, ami nagyon kezdetleges. Nagyon jó! Már négyen is vagyunk. Nyolc! Sziasztok! Mindenkit üdvözlünk, frissítettük a csalikat, illetve még frissítjük. Attila barátunk még, mutatom is. Szervusztok! Ő még készületekben van. Rákészülünk az estére, mert a nappal az elég gyérre sikerült. Volt 3 vagy 4 halvesztésünk, ami elég... indokolatlan volt. Indokolatlan volt. Szép halak mentek el. Illetve fogtunk egy... hány kilós? 6-7 kilós harcsát? 8. 8,2. 8,2-es. 8,2-es harcsa. Délbe, a tó kellős közepéről. Nem is tudom, hogy mire jött már. Ja, de tudom. A ezével fogtuk, a MIG-Bates-nek a bojliaival fogtuk. Illetve jött 3 darab ponty, vagy 2 darab jött ilyen 12 kiló környéki. Ugyanúgy, mint tegnap, kitartottam a fokhagymás ízvilág mellett, és úgy néz ki, hogy csak az, ami úgy működött. Az mondjuk az adta a legtöbb halat. Az adta a legtöbb halat. Illetve a pálinka. Illetve egy sérülést szenvedtem életemben. Nem állt bele az ujjamba a fűzőtű. Hát most sikerült. Elég szépen. De ne megműtöttük. Sikerült kiszedni. Visszavartuk az ujját. Ja, úgyhogy itt vagyunk, eltett több mint 48 óra. 48 óra, illetve hát tegnap, hogy az Attila barátunk megérkezett, a legelső hala az egy 16 kiló... 16,5 kilós tőponty, ami egyéni rekordja volt, illetve hát, ha megnézitek, kapásunk van, reméljük, hogy még élőben még egy halat is tudnánk mutatni, az lenne az igazi. De hát ez ilyen... Az egyszer biztos, hogy gyönyörű példányok vannak a tóba. Szerintem a harcsák közül, ami kijött, az egy elég picike volt. Hát picike, mert amiket képpen láttunk, ez a 8 ami... kiló, ez a 8 kiló a maga mennyi volt? Ez 80 centi lehetett? 80-as meg volt. 80 centiével érdekes volt. Nekem számomra egyéni rekord a harcsák között, tehát... a maga 8 kilójával nem sok harcsát fogtam életembe, ezen kívül talán még egyet, meg rettentő hát sok vagy törpét. Vagy marcsát fogsz. Marcsa sem volt, de... de igen. Nézzük mindennek a jó oldalát. Holnap délután 3 óráig... Szia, Nikó! Vagyunk kint. Hello, Kata! Vagy illetve Gábor, Kata? Hát... Gábor, Kata, igen. Hello, Ádám! Illetve hát... még van egy 24 óránk nagyjából, kicsit kevesebb. Kicsit kevesebb. Reméljük az éjszaka egy kicsit többet tartogat, mint az előző éjszaka volt, mert... illetve hát nem alszok el. Ja, hát mondjuk igen. Tehát a... szóval nem alszok annyira el. Nem volt képes éjfélkor, hogy kijöjjön a sátor, vagy megnézze a halat. Csak így kikiabált, hogy osztan nagy. Igen, szóval... de a hangulat az jó. Igen. Az Attila elkezdett pipázni, amit a YouTube-on tanul. Szóval ez egy élmény. Mindenkinek ajánljuk ezt, hogy... mit, a pálinkázást? Nem, a pipázást? A pipázást. A YouTube-ról való tanulást? A YouTube-ról való tanulást, ami hasznos. Köszönjük szépen, Dávid. Köszönjük szépen. Próbálkozunk, ők annyira nem akarják. Nem, nincs az a halmozgás most. A mai nap nincs az a halmozgás, mint tegnap jó volt. Ma nem fogtuk össze a 100 kilókat. Nem is az, hogy
megfogtuk volna azokat, de a vizen nem látjuk, hogy mozogna a hal. Lehet mondani, hogy hú, betelepített vizen horgászunk, mekkora halakat tesznek bele ide, higgyétek el, ide nem tesznek bele nagy halakat, ezek itt nőttek meg. Itt nőtt, most került, el voltam a vizébe, a büfénél, igen. Mondtam, és most került a kezembe, pont ott láttam, van fotóalbum, kirakva, 96-ból, meg 99-ben, még rendesen a fényképek vannak beleragaszgatva, és ott, ahogy véglapoztam gyorsan septébe, pontyból, amit láttam, az akkor volt 12-60, a legnagyobb, amit láttam benne, ami fénykép szerint dokumentálva volt. De a képeket láttam, akkor még másképp is nézett a tok. Úgyhogy érdekes módon szerintem ezek biztos, hogy őslakók, tehát hogy nagyon sok köztük az őslakó. Kint a bejáratnál is a falon. És mi legután elment? Elment! Ez gott? Hogy rocsa? Kétsön. Bisschen sprachen mit Facebook. Genau. Facebook sprach? Ja. Nur ein bisschen. Reklám. Fishing Gruppe. Hm? Was? Meine Fishing Gruppe. 38.000. Köszönjük szépen, Barna. Most látom, hogy mit olvasol. És... Sebi vagy Szebi Seres. Igen. Kim vagyunk 48 órája. Fogtunk nagyjából. Mennyire... 150-nél járhatunk? 150 kilónál. 150 kilónál járunk körülbelül. Hol vagyunk? Steiermarkban vagyunk egy tavon, Ausztriában, Szombathelytől 60 kilométerre. Igen, nem német, hanem osztrák. 10 perc múlva elhúzza Ádám, így legyen igazad. Hát nagyon várjuk már, mert még délután időnk aludni is volt. Úgyhogy... Jót horkoltam, szóval nem, mondtam, hogy amíg nincs kész a kávé, addig nem kellek ki az ágyból. Úgyhogy ott tartunk, van akad. Érdekes a tó szabályzata. Igen. Bocsánat. Érdekes a tó szabályzata. Napi limit 12 óránként 1 kiló, tehát a 24 órás limit az 2 kiló, ha jól emlékszem. Hát 24 óra alatt személyenként... Személyenként 2 kiló, és csak pellet és bojli lehet. Tehát a magvakat el kell felejteni. Köszönjük, Csaba! Kérlek szépen, Szebi! Igen, rettentő érdekes. Így, ahogy elnéztük, a többiek nagyon sokat szórnak be, tehát a bőven fölé vannak a napi 2 kilónak. De hát... De nem lehet mit tenni, hát ez van. Köszönjük szépen, Ádám! Mi külföldiek vagyunk, ők pedig helybeliek. De így is többet fogtunk. Hát valószínűleg igen, hogy egy kicsit jobban ráhúztunk. De... Az én napi... Vagy a... Hát tegnap meg volt a 100-as. Tegnap meg volt. Az gazdagon elértük. Ami Attiláéval bőven fölé ugrottunk. A mai nap folyamán meg mennyi volt? 16, meg még volt 3 pont, ugye? 3 pont volt. Ja, hát egy 50-es. Ja, hát akkor olyan 170 környékén járunk. 160, 150-nek fölé mentünk, az biztos. 150-nek sikerült fölé mennünk. De aminek kellett volna... Természetesen megfordítom neked a kamerát, megmutatom a tavat, elejétől a végéig. Ott jössz be, ott ülnek velünk szembe, a tűz látszik. Itt lehet végsétlen, itt bent, ott hátul akados, nem látszanak a fák, be vannak dőlve. Nagyon szép hely egyébként, de hárman nem tudnánk meghorgászni. És akkor itt van benn két karó, őket nem tudom, hogy látod-e, de ott van egy-kettő. És akkor ennyi a tó. Tehát nagyjából ez a 120 méter van velünk szembe, és akkor egy ilyen 250 méterre van a ház, sac per köbö. Hát és így 500 több. Is van. 500 is van? 500. Akkor 500 méterre van a házikó. És ugyanígy ér véget a tó, tehát hogy elkezdik egy nagyon szép kis négyzet alakú tó. Ja, négyzet, így van. Ott Gyula oda dobál szembe, ott van egy betörés, az a kis beborult fa jelzi. Mi a tó közepét, én a tó közepét horgászom, Attila barátunk pedig az első bóját,
ami ott van, pont képen középen. Hajrá akkor neked is, Krisz, Krisz. Visszajövök Gyuszi mellé addig. Jaj! És hát illetve nem ígérem, hogy a holnapi nap, de szombat este, úgy mondván, a készült halakról fotó, azokat mind a csoportban meg fogom osztani. Nézzétek meg egész nyugodtan. Egyébként, ja igen, a szerelésről. A világon a legegyszerűbb szerelés, használjuk, gyerekek. Nincs ilyen fajta kötés, olyan fajta kötés. Egy egyszerű, csomómentes kötés. Rajta egy 24-es oldódó golyó, vagy egy sima, szimpla 20-as. Vagy kettő. Vagy kettő, de hát az... Szortírozok. Szortírozunk a semmiből, de ugyanúgy a dévérkeszeg is fölvette. Föl. Föl. Szóval maradunk a hagyományos előkéknél. Nem viszük. Ilyen kötés, olyan kötés, nem? Uh-huh. Semmi extrém. Semmi extrém. Van egy horogbefordító, ami extra. De semmi. Egy durván egy 15-20 centis előke. 100 grammos ólom, hogy meg tudjam dobni a túlpartot. Semmi más. Hajrá, Szebi! Ó, sör, köszönjük, Szabolcs! Sör van! Van! Attila ide adott, hogy meg tudjam mutatni, hogy tényleg van sörünk. Ha még van benne, nem ittam még ki. Nagyon kedves vagy, Attila. Kedves egészségetek. Ő egy rettentő kedves és nyugodt ember. Igen, és adatos. Éjfélkor is így megnézte, hogy mit csipog mellett, és a kapás jelzője volt. Rákezdett szólnom, hogy gyere, vegyünk, gyere, vegyünk! Igen. Sör van, egészségetekre. Jól van, Csabi. Hajrá. Ketten a feleséged. A feleséged is horgászik, Csabi? Na, remélem, hogy a párom nézi. És intő példa lesz számára, hogy neki is ki kell, hogy próbálja. Napozni azt tud. Ha süt a nap. Az enyém is. Igen, de... De nem, Csabi, tényleg, figyelj, asszony is horgászik? Várjuk a választ. Ja, szerelékről ennyit igazából. És rengeteg sok Batman van. Szóval ezek, ami... Köszi, Szebi. Ami... Ja, Batman az annyi van, mint a rosszabb. Itt köröznek a fejünk fölött. Mögöttünk egy kukoricás, látható, nem látjátok most a tűztől, meg a növényzettől, de mögöttünk 5 méterre kezdődik a kukoricás. Láttunk mókust is ma. Igen, az... Harcsázni szoktatok-e? Hát megmondom neked őszintén, Sebi, harcsáztam már, fogtam is harcsát, de egy körülbelül 10 centis támolygó villantóval fogtam egy 36 kilós, 160 centis harcsát. A véletlen műve volt. Az megint egy más sportág, így a horgászaton belül, egy más műfaj. Féderezni azt szoktam elég sikeresen, de ez a szívemhez közel álló dolog, hogy kiülni a természetben, és a legmegfelelőbb, amikor azt mondja, a Zoli barátom mondja, hogy köszönjük, Kati, nagyon jó. Voltál-e pecázni, akkor azt mondom, hogy én horgászni megyek, ez így. Ja, igen, mert ő neki más fogalma van a horgászatról, meg a pecáról. Én... Mert egy ilyen rapid peca, amikor reggel fölébred, hogy kedve van horgászni, és lemegy, és este az megy, az a peca. A horgászat meg az, amikor kiül így több mint 4 napra. Most éppen horgászol, vagy pecázol? Mert ugye 3 napnál ma ittam. Ma mindjárt megmutatjuk, Laci, a tavat, előbb már megmutattam a Sebinek. Azt vissza tudják majd úgy is nézni. Vagy vissza tudod majd nézni, amikor leállítjuk a videót, nagyjából olyan 5 percnél voltunk szerintem, amikor meg megnéztük a tavat. Meg sötétedik, az meg a ugye baj, sötétedik, hogy nem... hogyha nem is fogsz látni belőle semmit. Sebi, hogyha... Sebi?
Ő is szokott féderezni, a legjobb, amikor megyek a... Attila, kell még nekünk? Na, genug, danke. Ja, hát szép dolog a féderezés. Én annyira nem vagyok odaérte, tehát... Nem tudom, hogy nekem nem olyan... Jobban szeretek inkább úszóval horgászni. Amikor a madárcsicsergésre, meg a kacsahápogásra kell az ember, annál szebb nincs. De az viszont teljesen mindegy, hogy milyen szerelékez, azt mondja, hogy éppen milyen stílusban horgászol. Én például most elkezdtem pergetni, sok év után először mentem vissza a Dunára horgászni. Most pergetek, próbálkozok, hát eddig több-kevesebb sikerrel. Majd most elkezdődik talán a szezonja, időm is lesz talán rá. Reménykedjünk benne, hogy az jól fog elsülni. Úgyhogy... Ja, és amit a tóról tudni kell, ugye minden délben, vagyis egy órakor meleg ételt lehet rendelni. Ez nagyon nagy, szintén nagyon, nagyon nagy pozitívum, amit a Gyuszi mond, főleg az otthoni tulajok számára szerintem. Hát, nagyon sok. Mi az, ami biztos, hogy nagyon soknál van, meg old meg magad, mert itt a kezedbe az internet, és már nyomhatod is. És lehet rendelni, de itt a itt konkrétan jön reggel, a tulaj reggel, így van, egy és felírja. Amit étteremből ide kiszállítanak, szóval ez egy hatalmas ötlet, és illetve kiszállítanak, azért egy Gordon Bleu, egy normál porció, az egy darab, itt kapsz két darabot. Mondjuk az én kis 106 kilómnak az elég. Oda vágj, egyszerűen elég, nem lehet megenni. És ma, hogy a sportnál tartsunk, éppen egy fitness salátát ebédeltem ma. Persze. Persze, te meg a salátát. Megevett egy salátát, hogy több sört tudjon inni. A másik szempont szerintem, ami ténylegesen nagyon keményen a tó mellett szól, maga a fürdő és a WC tisztasága. Oké, hogy 1 eurót kell fizetnünk egy zsetonért, ami 4 perc tusolást jelent, ugye? Így van, 4 perc. 4 perc tusolást jelent, viszont rendezett, tiszta. Minden nap takarítva van. Így a van. WC, bocsánat, hogy így fogalmazok, WC papír van bent, nincs összefosva. A WC ki van takarítva, mert eddig nagyon-nagyon sok helyen jártam horgászni. De az, hogy a horgászok maguk után nem tudják kitakarítani a WC-t, és kulturált módon otthagyni azt a higiéniai szempontokat. Nem nagy dolgok ezek, tök apróságok, csak ha elmész bármikor WC-re, nem azt kell nézni, hogy most takarítanod kell, nem. Jó illat vár bent. Normális. Tisztaság. Kultúrát. Mintha otthon lennél. Csabi, igen, biztos vagyok benne, hogy az asszonynak szerencséje van. Igaz, hogy nem ismerlek, de téged kifogott magának. A horgászatban is szerencséje van az asszonynak? Ezt sem mondhatnám, hogy bunkó. Én Győr környékén szoktam horgászni. Velem rettentő kedvesek szoktak lenni. Van Győr mellett egy pici tó, ami most újra nyílt Péren. Szerintem a győriek ismerik. Ott is például a fiatal srácok, akik vezetik, nem ők a tulajok, de ők vezetik. Vagyis most már csak egy srác, a másik távozott a csapatból. Rettentő segítőkész. A másik mennyiért? Tehát 30 euróért? 30 euróért horgászunk 3 bottal 24 órába. Ha csak 2 bottal horgásznánk, akkor 25 lenne, 24 órára. Sátorhely, fizetés nélkül, ilyesmi. Szóval... De csak előreegyeztetés alapján működik. Meg általánosságban kérnek engedélyt is, és nem biztos, hogy a magyar mindig megfelel. Szerintem ez, pofafüggő, ez itt is pofafüggő. Nagyon-nagyon pofafüggő. Mert látod például, amit alig bírtuk lebeszélni a helyet, amikor meg sikerült lebeszélni a helyet, akkor meg össze-vissza lefoglalta nekünk a helyet. Persze. Dupla foglalás. Dupla foglalás volt, két helyen ülhettünk volna a tavon, de mondtunk, hogy ez a hely, ez tökéletes, ezt néztük ki, és nézte ki Gyula.
Tehát maga ez a pénz, most oké, átszámolva erős a forint, vagy az euró a forinthoz képest, de 10.000 forint 24 óráért úgy érzem, hogy nem sok. Relatív, mert valahol Magyarországon nézzük, nem mondok neveket. Nézd, bocsánat, csak közben itt jönnek a kommentek, és Szabó Csabától, ugye, ő a feleségével horgászik, ezt tudnunk kell róla, és írta Csabi, kérdeztem, hogy az asszony is horgászik, és mondta, hogy igen, és hogy micsoda szerencséje van az asszonynak, és itt írja Csabi, hogy van neki nagyon-nagyon sok szerencséje, csontival sülőt fogott, pufival harcsát. Hello, szia Sebi! Köszönjél szépen! Ja, szia Sebi! További szép estét neked. Köszönjük szépen. Tehát igen, tényleg, tehát pufival harcsa, meg csontival sülő, mondjuk még jó, azért hát elfogadható, a csontival sülő, hát, az még azért elfogadható, de a pufival a harcsa. Értem a bojlival a harcsát. Jó, hát a dupla bojlival, hát felszedtem, most mit csináljuk? Szerintem csak véletlenül akadt a szájába. Nem egyébként. Baj az. Úgyhogy, ja. Úgyhogy de... 10.000 forint, egyszerűen volt 10.000 forint, egy 24 órás horgászat, szervusz, 24 órás horgászatért szerintem már megfizethető. Tehát nem tudom, voltam most is egy tavon Győr mellett. Egyik, azt hiszem, hogy cseh csapat vagy szlovák csapatnak a horgásztava. Jó kis bojlaik vannak. Reklámot nem csinálunk? Nem csinálunk reklámot. Például ott voltam, és ott is annyit fizettem érte, és ott is rettentő kultúrált szállást kaptam. Azt mondom, hogy ott sem lehet egy szavam sem, és ott is, ugyanígy, mint itt, reggel megkérdezték az ebédet. Tehát ott is kinyílt nem, teljes mondom, mértékig. Nem, azért hogy sok helyre lehet rendelni. Sok ilyen van, biztos van, hogy sok ilyen van, de szinte az összes, gondolom, ilyen hónapokkal előre foglalós. Hát, vagy évre. De vagy most például nézd azt, egy évre lefoglalsz valahol Magyarországon egy helyet, ami nagyon szép tó. Gyönyörű halálománnyal, tényleg kultúráltan megcsinálva, faház, tusoló, áram, és utána sajnos mi horgászok tehetünk arra, hogy utána jönnek a posztok, hogy ez szét van verve, az ilyen koszosan van hagyva, stb. Csak kérdezem én, miért nem lehet vigyázni a dolgokra? A másik az, hogy miért nem kontrollálják le utána, ha elhagyják. Szóval itt például sátorozunk. De magunk után a helyet tisztán fogjuk hagyni. Ja, és a másik. Nagyon sok itt a tóparton például. Itt például nincsen szemetes. A szemetet saját magunk gyűjtjük. Első perctől kezdve fogva nincsen szemetelés. Ja, úgyhogy... Mert több mint valószínű, hogy jövőre ugyanúgy vissza szeretnénk ide térni egy baráti találkozóra, mert... Télen nem együtt leszünk. Télen nem együtt fogunk dolgozni, nem fogunk nagyon találkozni. Remélhetőleg igen. Hát ez még a jövő titka, de igen, jövőre ugyanúgy szeretnénk visszajönni, nagyjából ez időtájt. Nekünk ez ilyenkor nagyjából szabad, ugye? Így van. Általánosságban ilyenkor azért pihen mindannyiunk. Bár innen üdvözlöm, ismételten üdvözöljük a páromnak, hogy az esküvőt úgy kell megszervezni, ha ne talán jövőre összeházasodnánk, hogy a horgászatot ne üsse. Hát megkérdezzük előre, lehet foglalni egy évre. Persze. Előre, aztán nyomunk rá egy rezervírungot. Mindegy, egyre kevesebben vagyunk, ahogy elnézem, 44-en kicsit ellaposodott a dolog. Megpróbálunk este még szép halakat fogni, Gyuszi a képeket majd felrakja. És ha ne talántán, úgy adódna. Jó estét, szia Dominik! Sziasztok! Ha ne talántán úgy adódna, hogyha valami szép halat fogunk, akkor élőbe be fogunk jelentkezni. A világításért Az nulla. Azért ne. Ja, még nem vetted el a nagy lámpárat. A nagy lámpámat még nem vettem elő, meg hát a... Nem, bocsánat, igen, neki van saját lámpája, ő maga építette. Nem, édesapámmal építettük. Bocsánat, apukával együtt építették, rettentően jól szuperel, de tényleg, szóval csoda lett. Egy autólámpát
autólámpát csináltunk át. Attila, mit hoztál magaddal? Nektek hoztam ajándékot. Nekünk hozott ajándékot, nézd meg. Mit hozott? Egy baja van. Egy meleg? Nem, hanem két különböző. Nem baj. Úgyhogy links a direkt. A fehér. Neki a fehér, enyém a sötét. Hát, na látjátok? Összeköptünk Attila barátunktól ajándékot. Nagyon szépen köszönöm, Attila. Köszönjük szépen. A tiéd az vilmos körte, a nagyon másik jó. Meg azt mondják, hogy hirs körte. Ez nem tudom, hogy lehet. Birs. 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 Birsbe van kör? Van körte, van birskörte. Csak alma van? Almának mondják nálunk. Úgyhogy nem tudom, hogy az birskörte. Na hát igen. Kaptunk nagyon szépen. Köszönjük szépen. Erről kéne szólni, gyerekek, még a csoport. Azért, mert hogy nem birskörte, hanem hirskörte. Köszönjük, Csabi, mindent szarvas, nektek bele. Szarvaskörte. Szarvas. Ja, hirs. Tudom, hogy mi lehet. Ja, hirs. Szarvaskörte. Szóval, okay. Látod, gyerekek, erről kéne a csoportnak is szólnia. Ja. Segítsétek egymást. Így van. Attila barátunk úgy jött ide, hogy nem tudott egy rendes csomót megkötni. Úgy távozik, hogy tud. Fogtam halad. Hogy fogott halad. Fogott halad. És hogy kötöttem halad. A horogelőkéket. Úgyhogy, igen. Attila tanult valamit most Gyulától. Még sokat is. Sokat is. És illetve hát holnap még a féderbotját is össze kell szerelnünk. Aha. Mert ma elittuk az időt. Elaludtátok. Elaludtuk az időt. Szia Tibi, Ausztriában vagyunk, Steiermarkban. A videót megnézed az elejéről, ott meg is mutatjuk a tavat, meg elmondunk róla mindent. Köszönöm ez szépen, két, Tibi. Két kis tóból áll relatívan egy-egy ilyen... Körülbelül a kis tó az ilyen 2 hektáros, abban a legnagyobb hal az információk szerint az egy olyan 25 kilóig megy el egy tükörpont. Illetve a nagy tóba található, amin mi horgászunk, az körülbelül 4, majdnem 5 hektáros kis víz. Hát ebbe található a Banana Joe, ami most körülbelül olyan 35 kilós tőpont, illetve számos, úgy mondom inkább, hogy számos 20 kiló feletti, illetve az a standard, az a 9-8-9 kilótól 15 kilóig. Az, ami... Illetve ami számunkra tegnap a legelső halunk... Legelső? Nem, második halunk volt. Második volt neked. Második halam volt tegnap. Az egy fekete amúr volt. Életemben nem fogtam még fekete amúrt. Tegnapig. Tegnapig. Hát egy élmény volt. Amikor megláttuk... Zoli azt mondta, hogy hát körülbelül 8-9 kiló. Így van. Mondtam, ez azért lehet, hogy egy kicsivel több. Jó, amikor megemeltem, akkor már éreztem akkor, én is. Akkor. Ja. Na mindegy. Szerintem köszönjünk el lassan. Vagy van még valami mondandód? Más, nincs. Mindenki... Nem, így nincsen. Ha ne talántán valami kérdésetek van, szívesen válaszolunk a poszt alatt. Így van. Innen üdvözlünk mindenkit, aki nézte élőben, illetve meg fogja nézni. Mindenkinek görbüljön a hétvégén, aki kint lesz. Így sok-sok van. Halat. Sok-sok halat, és segítsétek egymást a csoportban. És a másik, ott a csoportszabályzat. Bocsánat, hogy így kitérek erre. Olvassátok végig. Nem hiába van az, hogy jóvá kell hagyni az összes bejegyzést. Írtózat mennyiségben hirdetéseket akartok megosztani. Ez eladó, az eladó, ez a csoport nem azért van. Millió horgászcsoport van, ahol ezeket megtehettek. Megkérnélek titeket, ott tegyétek, ne itt, és ha ne talántán, ne adja a Jóisten, veszekedésbe megy át a témátok a csoportban, ne privátba írjatok, mert rengetegen írtok, és képtelen vagyok rá válaszolni. És illetve volt egy úriember szombaton, amikor lagziba készültünk, nem értette meg, hogy nekem nincs erre időm, hogy én folyamat vele levelezzek. Ott van kerekperec, minden leírva, illetve van egy olyan
program a Facebookon, hogy jelentem az adminnak. Azt tegyétek meg. Minden, hárman vagyunk adminok, ne oktassatok ki, hogy hú, mekkora csoport, még több kell, még több admin, még több. Bőven elegen vagyunk, ha úgy viselkedtek. Annyit kérek, segítsétek egymást, és higgyétek el, hogy így a csoport előre megy. Nem hátra, hanem előre. És itt meg szeretnénk köszönni mindannyiótoknak, hogy minket néztek, illetve jó kívánságokkal láttok el, hogy milyen az idő, bocsánat, hogy így. Hűl. Most hűl, de lassan a melegítőt fölvesz, vagy bevesszük, akkor már jó lesz. Mondjuk azt, hogy a víz még meleg. A víz az meleg. A víz az még, mondjuk azt, hogy langyos igazából, egyáltalán nem hideg. A reggeli hőmérséklet egy kicsit cidrimá, ez a reggeli 6-7 fok, ez egy kicsit keskenynek érzem, én is néha, de napközben ez a 18-20 fok, ez teljesen bírható. Azt teljesen bírható. Úgyhogy elköszöntöm én is. Elköszöntünk. Gyula is elköszönt. Vigyázzatok magatokra, és aki megy horgászni, annak görbüljön. Attila is elköszön. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok. És akkor kijelentkezünk. Sziasztok még egyszer, hello. Sziasztok.